Köszönöm. Az előző előadáshoz csatlakozva az Open Aviation Map-et is lehet Bitcoinnal támogatni. Tehát Maró Jákos vagyok, és az Open Aviation Map nevű projektről fog dolgozni, amit tavaly kezdtünk el többen magunkkal, egy norvég srácsal elsősorban. És gyakorlatilag egy ilyen a OpenStreetMap-nek egy légügyi változatát próbáljuk itt létrehozni. Mi itt a kihívás, hogy alapvetően ugye szemben a úton autóval közlekedni, és egy kicsit augmented reality, mert ezek a úttáblák, amik ott vannak az út szélén, ezek így kiterjesztik a valóságot, például megállnak az emberek. De akkor meg eltakarom a... Eddig minden előadó eltakarta emiatt a szlájdokat. Szóval, hogy van egy ilyen, az ember lát egy ilyen furcsa táblát, és ott megáll, pedig semmi oka nincs, hogy megálljon, hiszen szabad előtte az út. Tehát e fajta ilyen kiterjesztett valóságkorlátok vannak a repülésben is. Annyi a probléma ott, hogy nincs ott a tábla a levegőben, hogy lássad, hogy hol kell megállnod. És ezért valamilyen módon el kell tudnod képzelni, hogy igazából hol vannak ezek a korlátok, amiknek engedelmeskedned kell. Na most ezeket az állam ugye publikálja. Ilyen módon például konkrétan kiidéztem a Magyarország legtiltottabb légterét Paks körül. P1, Prohibited One, ez a definíciója neki. Na most ez látszik, hogy ebből a definícióból repülés közben fejben interpolálva az adott koordinátok körüli 3 kilométeres rádiuszú kör, azt úgy nehéz vizualizálni vagy elképzelni. Tehát ez valahogy pont erről van szó, hogy valahogy ezt vizualizálni kell tudni. Így néz ki HP1 Paks körül egyébként, pont az Open Aviation Web segítségével. De vannak másfajta publikációk is, például itt van ez a kőszegi egység környéki környezetvédelmi terület, ahol még bele van fűszerezve az is, hogy egy ideig egy körcikkel, utána az országhatárt kell követni, és nem tudom én mi. Szóval, hogy itt erről van szó, igazából ilyenfajta kiinduló információkból kell valamilyen módon vizualizálható és a navigációhoz használható a dolgokat tenni. Egyébként ez LHB22. Ez neki a megfejtése, valóban az országhatárt kell követni. Tehát akkor végül is milyen adataink vannak? Vannak légterek, amiket az előbb elemeztem, vannak egyszerűbbek navigációs pontok, amik néha vannak, néha nincsenek, hanem csak oda képzeljük, de az legalább csak egy pont. Illetve vannak útvonalak és eljárások, amik pedig az eljárások is igazából bonyolultabb útvonalak. Honnan szedjük ezeket az adatokat? Úgynevezett AIP nevű publikációt ad ki minden nemzeti hatóság, illetve nemzeti hatósághoz tartozó különböző szerv, Magyarországon Air Traffic Control. Ezek alapján dolgozunk, és ezeket a egyébként nyílt forráskódú GeoTools GeoServer software stack-kel dolgozzuk fel alapvetően. Az adatbázis, amely beépítjük, az jelenleg az OpenStreetMap által is használt PostGIS adatbázis. Tehát akkor ezek szerint mit tudunk most? Beimportáljuk ezeket az adatokat, átkonvertáljuk, beimportálgatjuk, és utána pedig ezt megfelelő rendering nyelvekkel ugye lerendereljük. Két layerbe egyébként, az egyik azok ilyen földi feature-ök, tehát út, folyó, város, ilyesmi, a másik pedig maguk a légügyi feature-ök. Az a földiekhez magát az OpenStreetMap adatbázist is használjuk egyébként. Hogy tudjuk ezt csinálni? Egyszer van egy webes változat, amivel az előbb mutattam screenshotokat, van benne egy androidos változat, ami sokkal hasznosabb, mert fönt nincsen internet, a mobil meg ott van a kezünkben, és nyilván ez offline is tudja mutogatni ugyanúgy ezeket a térképeket. Itt van például az androidból két screenshot, egyik Balaton környékén, a másik a jobb oldali pedig a Budapest, és ott a piros zónában nem szabad bemenni. Illetve csinálunk papírra gyártott változatot is, és akkor ez már nem is ilyen Mercator projekciós, mint ami online térképes, hanem ez rendes lambertkonikus kétfővonalas projekció, ahogy egy hagyományos térképet rendesen meg kell csinálni. Na de hogy igazából hova akarjuk, mert egy ilyen eddig is volt, igazából itt most annyit lehetne elmondani, hogy ez azért tök jó, mert ez nyílt, de igazából ezen 2D projekció helyett, mint hogy itt most a nagyítását látjuk ennek a budapestinek, nézzük meg ott bal fölül erre egy alval jelzett légteret, ilyeneket szeretnénk igazából csinálni, ami konkrétan most ez egy WebGL demo, most a hétvégén raktam össze. Tehát, hogy valójában tényleg 3D-ben, augmented reality-ben megmutatni, hogy hol van az a légtér, a piros színű, ahol nem szabad bemenni. Itt a normafaj, és utána a János egyik kilátó van egyébként előttünk,
itt a fotorealisztikus renderinggel. Tehát alapvetően az a víziunk, hogy e fajta élesben használható augmented reality térképeket gyártsunk, hogy az ember pontosan tudja, hogy hol van a térben, amikor tudnia kell. Köszönöm. És akkor, amíg mennek a kérdések, addig egy demonstráló videót berakunk loopolva, ahol mezei Áron sztár kollégánkkal demonstráljuk, hogy hogy működik ez. De hogy kérdések, ha vannak. Nagyon szembevilágít nekem minden, de bal hátul látok egy kérdést. Nekem bal hátul. Hogyha nincs ilyen térképem, akkor hogyan tudom elkerülni, mondjuk azt a paksi árakat, amivel esőrendékkel mondja a hungar kontrollot, és jól legyen sem? Hát egyrészt, hogy mondja meg, hogy erősítsd meg, hogy kerülni fogod LHP1-et, ezt meg fogják kérdezni, hogyha nagyon arra tartasz. De látod, hogy ez egy nagyon kicsi, tehát 3 kilométeres körzet, ez egy nagyon kicsi valami. Ilyenkor azt csinálod, hogy nézed a papírtérképedet, és a papírtérképen felismered az egyéb földrajzi tulajdonságokat, mint a folyók, utak, városok, templom, torony, nem tudom, és akkor az alapján megpróbálod összeolvasni a valósággal látott képedet a kis szemeddel, a térképen látható képeddel, és akkor ez alapján próbálsz meg navigálni. Tehát ez a hagyományos megoldás alapvetően. Ott egy kérdés? És mi történik, hogyha berepülsz? Paksa berepülsz, akkor nagyon mérgesek lesznek veled, felscramble-olnak egy grippent, és nagyon sok pénzt fognak veled fizetetni. Középen? Van valami konkurenciánk az Open Aviation-ben? Van egy rakás szétszórt projekt, ami bizonyos részmegoldásokat nyújt, de egyiknek sem célja egy ilyen összefogott megoldás, mint amit mi akarunk csinálni. Tehát van például egy Our Airports nevű projekt, ami az összes repteret próbálja meglistázni. Van egy Open Air nevű formátum, és egy Soaring Network, tehát ahol a vitorlázó repülősöknek Open Air formátumban, de ott meg csak légterek vannak. Tehát van egy nagyon sok ilyen szétszórt, nem teljességre törekvő projekt, és igazából ennek a projektnek talán itt az a víziója egy kicsit különlegesség, hogy tényleg próbáljuk meg ezt rendesen összre. Akarjátok ezt valamikor élő repülési adatokkal kombinálni, tehát a gép a pozíciójával? Fönt nincs internet, úgyhogy nehézkes. Jó, igen, csak ugye a földi internetes változat el van. Ott lehet, persze, abszolút. Tehát ahogy a FlyRadar 24 csinálja például, az alapján lehet. Hát pont ezt kapcsolódó kérdésre. A FlyRadar-nak régebben volt egy ilyen egész jó kis nyilvános apja, amiből le lehet kérdezni a többi gépnek a pozícióját, hogy azt úgy tudom, hogy már szintén van valami nyílt alternatívája annak, amit esetleg ezzel integrálni lehetne? Nem néztem igazából utána, azt ugye lehet tudni, hogy tehát a bejelentett műszeres repüléseknek az aktuális adatai elérhetőek, ugyanis így az összes kontroller így látja őket. Tehát, hogy van egy network, ami belül az összes műszeres repülésnek az adatai, aktuális előben levő repülők adatai elérhetőek. Nem tudom, hogy ezek mennyire publikus API-ok. Tehát itt van egy ilyen kicsi ilyen lezárás, ugye, hogy a kontrollereknek megvan, őket nem nagyon érdekli, hogy ezek publikusan is elérhetőek legyenek, mert ők el vannak a kis tornyaikba. Nem néztem utána. Oké, okay, igen. Jó, viszont a hatásról tudnám mesélni, tehát mehet-e ez az adatokat átkeladnunk, hogy valóban hogy a jogi szabályozás, nem értem pontosan a kérdést, hogyha pontosítanak, akkor tudok használni. Használ, hogy kell ezt a hivatalosan, kell-e lóvolnod, mint ezt behasználja, lehet egy ilyen kicsit használni repülésnek, hát a jogi szabályozás ilyen kicsit felemás, tehát az egyik oldal ugye a szabály az, hogy ne repüljél oda, ahol nem kell menjél. Az is egy szabály, hogy legyen kell nálad ilyen navigációs dokumentáció. A vizuális repülésnél ez klasszikusan azt jelenti, hogy az embernél papírtérkép van. Tehát ugye van egy úgynevezett ramp check, amikor a betadom oda jöhet valaki pecsétes ember és megnézheti, hogy minden van nálad. Valószínűleg neki egy ilyen elektronikus eszköz az nem lesz meg elegendő, tehát muszáj vigyél magad a papírtérképet. Viszont utána meg azt szerint navigálsz, ami neked a legkényelmesebb. Tehát azt senki nem korlátozhatja, hogy te fönt az általad leghasznosabbnak tartott eszközzel navigálsz, mint addig, amíg jól csinálod. Hogyha elrontod, tehát teszem, hogy belefutnál egy olyanba, hogy a gépet vagy az eszközöt szerint még jó helyen vagy, de valójában már nem, az a te bajod lesz szólnattal. Igen, megbüntethetnek, meg a biztosan akkor akarsz a kérdőben? Hogy engem, hogyha már... Ja, nem.
De ezzel együtt egyébként a projektnek célja, hogy, hogy certified legyen, az a probléma, hogy nincs, nincs ilyen certification. Tehát, hogy a... tehát, hogy, hogy amikor... De tényleg nincsen, tehát amikor, amikor a, ugye, hogy a kereskedelmének mit használják, egyetlen monopól cégnek használják a megoldását, úgynevezett Jeppesen, ami úgynevezett Boeingnek a leányvállalata, őnek a megoldásait veszik, ők, ez is egy privát publikáció, ott is annyit lehet elmondani, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint ugye a hivatalos publikációkat követik, de ott sincs pecsét, tehát nincs ilyen, hogy certified. Hogyha lenne, akkor át lehetne menni egy ilyen folyamaton, de nincs. Tehát itt igazából tényleg az van, hogy elég megbízhatónak kell lenni, és kvázi ilyen értelemben kell a, kell a bizalmat felépíteni. Egyébként bizonyos baleseteknél van is olyan, hogy ha az ember összenézi mondjuk a hivatalos térképet a Jeppesen térképpel, akkor nem mindig teljesen ugyanaz, és akkor lehet hitatkozni, hogy esetleg az okozta a balesetet, hogy a Jeppesen máshogy van, vagy a hivatalosan máshogy. Még egy kérdés, gondolom ez az utolsó. Hányan használják egyébként? Ezen ott tartunk jelenleg, hogy Magyarország térképe van még csak így feldolgozva. Most a most lelkesedett be mindenki a hetekben, hogy akkor mondjuk Európa többi részét is. A, olyan 260 aktív Android installáció van, ami Magyarországon kb. 1000 pilóta van, licensed pilóta. Tehát ez egy elég jó lefedettségnek tűnik eddig. Körülbelül ők az androidosok, és akkor online meg ugye lehet nézegetni, azt olyan nehéz megítélni, hogy egyébként sok esetben úgy használja valaki, hogy a, hogy a alárakott ugye, fotorealisztikus Google térképpel szemben a webböngészőben megnézi, hogy a légtereknek hol vannak a határai, és akkor legalább megjegyzi, hogy meddig mehet el, vagy meddig nem mehet el. Mert például jelenleg ugye egy hogyha valaki sikolágyőzik, akkor ugye tele van a keze, tehát akkor nem tud egy ilyen telefont se nézegetni, vagy a tabletet se nézegetni, esetleg valahogy föl erősíti a, nem tudom, valahova a térdére, nem tudom, bárhova ugye a tabletet, tehát ott neki valószínűleg így jobb, hogyha ő kicsit a repülendő területet átnézi előre, és akkor azt szerint próbál navigálni. De pont azért célunk egyébként, hogy ilyen VR szemüvegek, Google Glass ilyesmiben is működjen, és akkor valóban telikézzel is tudod látni, hogy igazából hol vagy, és hova mehetsz, és hova nem. Köszönöm szépen. A sörözés közben.